A szuverenitás védelmi hivatal is vizsgálódik az Action for Democracy pénzügyi beszámolója miatt. Erről az intézmény vezetője Lánci Tamás beszélt a Mandinernek. A szervezet szerint vizsgálni kell, hogy az Action for Democracy-n keresztül ki vagy kik állhatnak a hazai baloldal guruló dollárok néven elhíresült külföldi befolyás szerzési botránya mögött. A Mandiner csütörtökön mutatta be azt a dokumentumot, amelyből kiderült, hogy az Action for Democracy támogatásainak döntő többsége Soros Györgytől származott. Dokumentumok és a videófelvételek kapcsán és az információknak a beszerzése zajlik. A szuverenitás védelmi hivatal is vizsgálja az Action for Democracy pénzügyi beszámolóját. Ezt mondta a hivatal vezetője a Mandiner kamerája előtt. Lánci Tamás szerint a dokumentum tartalma lehet az a hiányzó láncszem, ami bizonyítja, hogy az Action for Democracy mögött Soros György állhat. Azt a gyanút erősíti meg, támasztja alá, mely szerint valójában még csak nem is 11 donorról van szó, hanem a forrásoknak több mint a 90%-a egyetlen személytől, Soros Györgytől érkezett. A hazai baloldal külföldi támogatásáért felelős Action for Democracy pénzügyi beszámolóját először csütörtökön tette közzé a Mandiner. Miközben a baloldali politikusok a kezdetektől fogva mikroadományokról beszéltek a szervezet kapcsán, a dokumentumban az áll, hogy a 2022-ben lezárt pénzügyi időszakban csak nem 4 milliárd forint pénz egyetlen adományozótól érkezett. Az én megítélésem szerint... Hogy ez ki volt, arról az Action for Democracy holdudvarába tartozó szereplők vallottak több az X nevű közösségi oldalon kiszivárgott felvételen. Kati Marton, az Action for Democracy kuratóriumi elnöke például lényegében bevallotta, a szervezetet Soros György pénzeli. Egy másik videóban az Action for Democracy-val együttműködő politikai kommunikációs szakértő Eric Koch ismeri el, hogy az NGO támogatásai egy vagy két egyéni adományozótól származnak, akik közül az egyik Soros György. A felvételeken megszólal Korányi Dávid, az Action for Democracy vezetője is. Bár az egyik részletben a szervezet bevételeit érintő kérdésre először azt mondja, nincs felhatalmazása arra, hogy elárulja, kik az adományozók. Fél mondattal később Soros György nevére hozzáteszi, ezt nem tudja cáfolni. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Arról, hogy az Action for Democracy pénzei a baloldal kampányára vándorolhattak, először Márki-Zay Péter szólta el magát másfél éve. Azóta titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz a guruló dollárok néven elhíresült tiltott kampányfinanszírozási botrányban. Korányi Dávid mit dolgozik itt a Városházán? Városdiplomáciai főtanácsadó. New Yorkból? Hát igen, éppen ezért valószínűleg ezt a megbizatását valószínűleg meg fogjuk szüntetni. A Magyar Nemzet szerint Karácsony Gergely egy 2022-es nyilatkozata is arra utal, hogy a baloldali politikusok mindvégig tisztában voltak a szervezet magyarországi befolyásolási kísérletével. Természetesen tudtam az Action for Democracy létrehozásáról, ez nyilvánvalóan nem titok. Ráadásul miközben Karácsony Gergely ugyanebben az interjúban tagadta, hogy miniszterelnök jelöltségét támogató mozgalmához külföldről kapott volna pénzt. A 99 mozgalom magyarországi kis összegű adományokból. A Magyar Nemzet szerint árulkodó, hogy Korányi Dávid Karácsony Gergely egyik fő kampányeseményét végig a háttérből figyelte.